Így néz ki az az új közösségi tér, amelyet ünnepélyes keretek között adtak át Laskodon a községházával szemben. Az önkormányzat első ütemben 5 millió forintért vásárolta meg az ingatlant, majd a Magyar Falu program keretén belül 24 millió forintból újította fel az épületet. A helyi lakosok összefogásának eredményeként számos helytörténeti relikviát és népművészeti tárgyat sikerült összegyűjteni, így a közösségi tér sajátos hidat képez a múlt és a jelen között. Két külön világ van, az egyik az csak ide látogató is megnézi, hogy milyen épített örökségek voltak, milyen foglalkozások lehettek benne, a másik pedig az itt embereknek a büszkesége, hogy egy családnak az értékét megmentették, és egy közösségi szinteret varázsoltak belőle. Az átadó ünnepségen Pallai Ferenc Péter polgármester felidézte a ház történetét, amely egyben a falu történetének is krónikása, hiszen a családi házból és Kovács műhelyből előbb posta lett, majd az épület állapota leromlott, de a Magyar Falu program segítség sikerült megmenteni az enyészettől, mondta el a polgármester. Országos szinten mintegy 1000 hasonló ingatlan van, amelynek több mint egy harmadát a Magyar Falu program keretén belül újították fel. Láthatjuk, hogy a mögöttünk lévő közösségi tér is, ami kialakult a falu központjában, aminek igazán tudunk örülni, mivel a falunak a központi részében kapott ez helyet, ez a régmúlt időket látott épület, ahol egy több generációs, mint említettem, Kovács mesterséget űző család is élt és dolgozott, keresztény hitben és lelkületben. Sikerült ezt nekünk megszereznünk, megvennünk, felültenünk, kórhű állapotába visszaállítani és berendezni, ami legfontosabb, hogy megkaptuk azokat a berendezési tárgyakat, amiket abban az időben használtunk, meg használtak elődeink. Laskodra eddig több mint 100 millió forint érkezett a Magyar Falu program keretében, tette hozzá a polgármester. Gyopáros Alpár kormánybiztos úgy fogalmazott, a falvak elnéptelenedése a múlt század derekán kezdődött, és ezt a folyamatot csak lépésről lépésre lehet megfordítani. A magyarországi kistelepülések, a falvak elnéptelenedése az gyakorlatilag egy 70 éves folyamat, valamikor az 50-es években kezdődött a padláslesöprések időszakával, és azóta a kistelepülések, a magyarországi falvak népesség száma egyesével is, de összességében is folyamatosan csökkent. Nyilván voltak néhány kivétel, adódik, agglomerációs települések, valamilyen nagyobb gazdasági erőcentrum vonzás körzetéből lévő kis települési gyűrű, az lehet egy kivétel, vagy egy-egy felkapott turisztikai hely, egy Balaton környék, vagy egy Dunakanyar térsége éppenséggel, de azért a magyarországi kis települések döntő része, 90%-a nem ebbe a szerencsés helyzetben van sajnos, hanem valóban évtizedek óta csökkent a népesség számuk. És bizony, amikor elkezdtük a programot 2018-ban, akkor világosan tudtunk detektálni több száz olyan települést, ahol, hogyha valamit nem csinálunk, akkor ez a több száz település, ez gyakorlatilag teljesen kihalt volna belátható időn belül. És ezért indítottuk el a Magyar Falu programot. A kormánybiztos hozzátette, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 5-ös számú választó körzetébe a Magyar Falu program keretében eddig mintegy 15 milliárd forintnyi fejlesztést valósítottak meg, amely Borsod-Abaúj-Zemplén és Baranya vármegye választó körzetei mellett a legtöbbet támogatott aprófalvas körzet. A laskodi közösségi tér átadásával, valamint a Magyar Falu program hatásaival bővebben 35 perc című műsorunkban foglalkozunk.